Az aranyalkony idős otthon lakói izgatottan gyülekeznek az intézmény alaksorában. Alig lehet megmozdulni. A sajtóbeszélgetésnek hirdetett eseményre vagy 100 lakó is eljött. Mindenki a Hír TV-ről beszél meg, arról, hogy ők itt jól érzik magukat. Ez nem egy hullagyár. Idős nénik és bácsik keresik az újságírók tekintetét, szeretnék elmondani, szerintük mi az igazság. Országos botrány csinálnak az egész ügyből, ahelyett, hogy keresenék a normális megoldást. Mindenki vegye tudomásul. Koncz Éva, a lakói érdekképviseleti fórum, mert itt ilyen is van vezetője, beszél először. Azt mondja, szemenszedett hazugság az, amit az újságok írnak erről a házról. Ők itt igenis jól vannak. Csak az a baj, hogy botrány van az otthon körül. Ez teszi tönkre a lakókat. A félelemtől vérnyomások mennek föl, depressziót kapnak, agyvédzés történik, jó nagy forgalmat csináltak a mentőautósoknak. A közönség hangosan helyesel, ez mindaddig kitart, amíg az aranyalkonyról és a cégekről van szó. Senki sem szakítja félbe dr. Fülöp Róbertet, a cég vezérigazgatóját sem, amikor arról beszél, hogy a kormányhivatal döntései miatt lehetetlennek látszik, hogy üzemeltessék a házat. Amikor azonban Szabó Adél emelkedik szólásra, felforra a levegő. Szabó Adél éveken át dolgozott az Aranyalkony Bánkút utcai intézményében. Bohócot csinálok magamból, tessék, itt van a fújságban is. Ez egyszerűen hihetetlen, amit velem csináltak. A nő tavaly ment nyugdíjba. Ő az egyik főszereplője a Hír TV-s riportnak. Zokogva ismételgeti a dühös lakóknak, hogy 10 évvel ezelőtti hiányosságokról beszélt, amikor a szabályszegésekre világított rá. Azt végképp nem állította, hogy bárkit is meggyilkoltak volna ebben az otthonban. Nem ezt mondtam. Benne volt a mondandómban egy-egy mondatnak a kivágott része. Vince Olga 1999-ben költözött ide a férjével. 5,2 millió forintot fizettek egy kétszobás lakásért. Később a férje sajnos meghalt. Olga néni azt mondja, jól döntöttek, amikor feladták budai életüket és ide költöztek. Ennivalónk van, fűtésünk nagyon jó, a fűtésünk állandóan. Nézzék meg a kilátást, még nézze meg legalább maga vagy mindjárt valaki. Megnézzük, mindjárt. Olga néni azt mondja, a fia kétségbe esetten írt levelet neki, amikor meglátta a tévériportot. Lexi küldte át nekem, és nem értem, hogy mi van a cikk hátterében. Vasárnap beszéltünk, és nem mondtál semmit, semmit se erről. Tudsz valamit? Ölelünk, Laciék! A 83 éves néni szerint az a baj, hogy mivel az eddigi fenntartó egy kis egyház volt, akitől megvonták az egyházi státuszt, elfogyott az állami támogatás az otthonnak. Mivel másik egyház nem akarja őket, ezért az államra száll az ellátási kötelezettség. A fővárosi szociális és gyámhivatal április 1-i hatállyal vonta vissza az aranyalkony idős otthonok működési engedélyét. A lakók most úgy tudják, hogy december végéig maradhatnak. Utána a főváros különböző intézményeibe és egyházi idős otthonokba költöztetni az aranyalkony lakóit. Ezt pedig sem Olga néni, sem a többi lakó nem akarja.